Jó napot kívánok mindenkinek, a jó estét kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésen. Köszöntöm Ürini Mezei Orsolyi edzőasszonyt, Seres Adrián pénzügyi vezetőnket. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, tanácsnok urat, Hurainé Szabó Mónikát jegyzőkönyvvezetőnket, illetve a lakosság megjelent képviselőit. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy figyelemmel kísérik a munkánkat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Havasheri képviselő úr, idézem a tegnap küldött levelét. Kedves Mónika, kérem tájékoztassa az érintetteket, hogy Spanyolországban vagyok. Onnan üzenem, hogy a jövőben legyen figyelemmel véve a testvéri tagok tervezhető elfoglaltsága. Miután reggel olvastam, én is gondoltam, hogy üzenek neki egyet, de nem fogok üzenni. Úgyhogy azt szeretném ezzel kapcsolatban, hogy Havasheri képviselő úr törvényes időben megkapta a meghívót, megkapta az előterjesztéseket, semmilyen észrevételt nem tett ezzel kapcsolatban, nem tud részt venni az ülésen, de úgy látszik, hogy a titkárnővel ezt meg tudja osztani, ezt az információt, tehát őrá ma nem tudunk számítani. Napirend előtt az SMS-nek megfelelően szeretnék tájékoztatást adni a két testületi óta eltelt eseményekről. Elég sok minden volt, megpróbálok rövid lenni. Tudnék, a márciusi közmeghallgatással egybekötött testületi ülés óta nem volt ülésünk, tehát kezdjük. Az első sajtos polgármester úr tájékoztatott engem, hogy elemi csapás érte a szentendrei rendőrséget. Ennek kapcsán meghibásodott a közterületi használati kameránknak a központi szervere. Így jelen pillanatban nem működik a rendszer. Az épület biztosítva van, az eszköz is biztosítva van, körülbelül 1 millió forint az értéke, jelen pillanatban a hiba javítása zajlik, tehát a biztosítóval rendezzük ezt a kárt. Következő, április 30-án Kisoroszi családi sportnapot tartottunk. Tisztelettel köszönöm a civileknek a részvételt és a szervezést. Én úgy tudom, hogy jól sikerült, sokan voltak, sok gyerek volt. Remélem, hogy a jövőben is nem veszítik el a lelkesedésüket, és segítenek ebben a megoldásban. Következő útmegnyitás. Képviselőtestület emlékszik rá, hogy szavaztunk arról, hogy megkérdezzük a golfpályán átívelő út tekintetében a golfpálya tulajdonosait, hogy ők mit javasolnak, hogy az utat nyissuk meg, vagy ne nyissuk meg. Kérem szépen, 380 darab levelet küldtünk ki, visszajött 83 darab levél, 10 darab nem vette át, 51 darab támogatja, 22 darab nem támogatja. A 380 kiküldötthöz képest az 51 annyira kicsi, hogy ez automatikusan nem hozhatja maga után azt, hogy döntő lakossági vélemény van az út megnyitására. Úgyhogy jegyzőasszonyt arra kértem ebben a kérdésben, hogy a következő testületi ülésre készítsünk el egy anyagot az út egyéb hasznosításával és egyéb körülményének kivizsgálásával. Tehát még egyszer mondom, 380-ból 51-en jelezték vissza. Megnyílt a szigetcsúcs. Ugye ez benne lesz majd az előző testületi ülés határozatnak végrehajtásában is, hogy megkötöttük a szerződést. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az üzemeltetővel. Én hozzám 2 darab negatív vélemény érkezett, mind a kettővel beszéltem személyesen. A parkolási díjak tekintetében érkeztek ezek a vélemények, és megmagyaráztam nekik, hogy hol tudnak ebbe az ügybe érdeklődni, de ezen kívül nagyon sok pozitív vélemény érkezett. Tehát bízom benne, hogy inkább jó visszajelzések vannak, mint rosszak. Minden esetre levelet írt nekünk az üzemeltető, úgyhogy ezt a levelet ismertetem. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Szigetcsúcson megvalósított folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztéseket illetően. A mai napig megvalósított fejlesztések. A sátorozó helyen a Nagyréten található illemhely felújítása. A sátorozó helyen a csúcshoz közeleső bozótos terület részbeni kitisztítása, sátrazása alkalmassá tétele. A sátorozó hely előtti parkolóterület bővítése bozótos elburjánzott területek kitisztításával. A Szigetcsúcsra vezető út kátyúzása. A Ráckert épületének külső felújítása, festés, faburkolatok cseréje, lábazat burkolása. A Ráckert épületének belső felújítása, étel és italkiszolgáló helységek elválasztása, hidegburkolatok részleges cseréje, festés, polcrendszerek kiépítése, recepciós helység kialakítása. A Ráckertnél található illemhelyek felújítása, 2 darab új illemhely létesítése. Az illemhelyek törött, illetve eldugult elfolyórendszerének cseréje. A Ráckerthez csatlakozó csónaktároló tetőszerkezetének részleges és fedésének teljes cseréje. A Ráckerthez tartozó terasz fedése az épülethez csatlakozó előtetővel, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése. Folyamatban lévő fejlesztések. A Ráckert elektromos betáplálásának bővítése 3x32 amperről. Új szelektív hulladékgyűjtő szemetesek fából készítve kihelyezése a sátorozó helyre, további területek megtisztítása, a sátorozása alkalmassá tétele. Még az idei évben tervezett fejlesztések. 2 darab zuhanyzó megépítése a Ráckert mellett, szükség esetén tojtojvécé kiépítése a csúcsra, további tűzrakóhelyek építése, sátorozó helyen további vízvételi helyek kialakítása, mozgóbüfé telepítése a csúcsra. Fentieken túlmenően szeretném tájékoztatni, hogy folyamatosan végezzük a terület fűnyírását, kaszálását annak érdekében, hogy megőrizhessük a kitisztított területeket, parkos jellegét. Emellett rendben folyik a szemétgyűjtés, a kihelyezett szemetesek ürítése. Május 1-től követően megkezdtük a parkolódíjak szedését a pagödörhöz kihelyezett ellenőrző ponton, a kezdeti néhány reklamációtól a megemelt parkolódíj miatt, eltekintve a díjak szedése zökkenőmentesen folyik. Egyetlen nehézséget az okozza, hogy az autósok egy része a Szillás utcán kikerüli a fizetőpontot és úgy hagy be a Szigetcsúcs területére. Meglátásunk szerint ez amellett, hogy veszteséget okoz nekik az üzemeltetésben, indokolatlan forgalomterhelést is jelent a Szillás utca tekintetében. Szándékunk szerint későbbiekben is rendszeresen tájékoztatni fogjuk Önt az üzemeltetéssel kapcsolatos fejleményektől, illetve amennyiben a fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdése merülne föl, készségen állunk rendelkezésére. Köszönöm a levelet. Valóban azt kértem tőlük, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket arról, hogy hogyan áll a dolog. Egyrészt, hogy a lakossági véleményekkel kapcsolatban képbe legyünk, valamint ugye azok a fejlesztések, amiket ők vállaltak a szerződésbe, azoknak a megvalósítása hol tart. Én úgy látom, hogy már eddig is jóval több mindent megtettek annál a nyitásig, mint amit meg kellett volna tenni. Én felhívtam a figyelmüket arra, hogy meg kell indítaniuk a strandengedélyeztetést, amit ugye szintén a vállaltak a megállapodáskor, hogy megindítják az engedélyeztetési eljárást. Ennyi a Szigetcsúcs tekintetében. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a kisoroszi kártya kiadása zökkenőmentes. Jelen pillanatban 111 darabot adtunk már ki. A lakosságnak ez megelégedésére szolgál, és hál' Istennek jól működik ez az új rendszer. Biológiai szúnyoggyérítés. Az előző testületi ülésen elfogadtuk a szerződést a biológiai szúnyítés tekintetében, megkötöttük. A rendszer működik, a polgármester úr vezényletével folynak a kezelések, illetve a felmérések, de természetesen a csípős szúnyog helyzet ennek helyére is elég jelentős, úgyhogy levelet küldtünk a katasztrófavédelemnek, amire most délután hál' Istennek választ kaptunk. Tehát a földi védekezés időpontja 2018. május 31. És ennek a tartalék napja 01, június 01 és 02, úgyhogy a méhészek értesítése meg egyebek majd meg kell tenni. Tehát megvan a szúnyoggyérítés időpontja is. Miniszterelnök úr levelet írt. Felolvasom a levelet. Még a választások előtt írta,
de nem is a választásokkal kapcsolatos ez tulajdonképpen, hanem ugye több olyan vélemény, egyéb észrevételt lehetett arról hallani, hogy a kistelepülési önkormányzatokat megszüntetik a új választási rendszerben, úgyhogy ezzel kapcsolatban olvasom miniszterelnök úr levelét. Tisztelt polgármester úr! Magyarország kormánya számára különösen fontosak apró falvaink és kistelepüléseink, azért dolgozunk, hogy megtarthassák bölcsödéiket, óvodáikat és iskoláikat. A választási kampány során egyes politikai pártok olyan rémhíreket terjesztenek, a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készül. Ez álhír, egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, ezt fogom támogatni a jövőben is. A kistelepülések megerősítése az egész ország érdeke. Szeretném, ha falvaink meg tudnák tartani lakóikat, ezért 2018 után meg kell hirdetnünk a Modern Falvak programot, melynek célja a kistelepülések fejlesztése és megerősítése. Önnek és a képviselőnek jó munkát kívánok, Orbán Viktor miniszternek. Igen, tehát a dolog lényege az, hogy tehát a ellentétes információval szemben maradnak az önkormányzatok, és már az is megvan, hogy az államtitkár úr, Gyopáros Alpár úr lett az államtitkár, aki a Modern Falvak programjáért felel. Szerencsére közeli kapcsolatot tudunk Gyopáros úr, azt talán ebben a tekintetben, mert Áder János köztársasági elnök úrnak a térségében dolgozik ő, mint országos képviselő. Így biztos, hogy hamar meg tudjuk találni hozzá megfelelő csatornát. Euróveló 6. Jelen pillanatban, bár a kormány már fölállt, de még semmilyen tájékoztatást még nem kaptam abban a tekintetben, hogy hogy folytatódik a munka. Hivatalból tájékoztatnom kell önöket arról, hogy érkezett egy a törvényes határidőből megfellebezte a Kisoroszlyból valaki ezt a döntést. Ebből fakadóan új eljárás folyik. Zajlik, de én nekem se a bejelentő személyes egyéb nem küldték meg, csak azt, hogy valaki megállította jelen pillanatban ezt az eljárást. Ettől még nyilván ez megy folyamatában, meg fogják ezt válaszolni, egy fellebezés érkezett. Vízmű levél. Ez egy nagyon fontos levél. Ez egy nagyon fontos levél. Mindenki tudja, hogy a vízmű szerződésünk 10 évre szólt, és ennek úgy volt, hogy az elszámolása 2019. december 31. Ezt hosszabbította meg a fővárosi vízművek azzal, hogy az elszámolás az 2018. december 31. volt, ez évvéged, és meg lett hosszabbítva egy évvel, úgyhogy felolvasom a levelet. A fővárosi közgyűlés ilyen és ilyen számú határat alapján a fővárosi vízművek ZRT a víztermelő kapacitásával érintett önkormányzatok részére az érintett önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában az értékesített vízmennyiség minden köbméterre után értékesített vízmennyiség ellenértéke 1%-át az érintett önkormányzatnak köteles kizárólag a vízbázis védelem céljából közérdekű kötelezettségvállalás címén és formában megfizetni. A közérdekű kötelezettségvállalás évente nyújtandó utoljára 2019 évre vonatkozóan ennek értelmében a támogatás 2009-19 években történő felhasználása alapján 2019 évben a vízkitermelésből származó egyszeres közérdekű kötelezettségvállalást a települések megkapják, és az elszámolás 2020-ban történik. Tehát 2019-ben megkapjuk még a pénzt, ez egy értelmezési probléma volt, és 20-ban történik az elszámolás, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hír. Közvetlenül készpénzzel váltató körülbelül 30 millió forintos hír. Azt mondja, hogy másik vízmű levél. Gördülő fejlesztését, ez kevésbé érdekes, ez viszont fontos. Fővárosi vízművek tájékoztatott bennünket arról, hogy hogyan engedélyeznek ideiglenes vízhordást. A dolog onnan indult ki, hogy egy páran rászoktak az utóbbi időben a településen arra, hogy a tűzoltó csapokból nyerik a vizet, és ezzel locsolgatnak, illetve permetező gépeket töltögetnek, meg egyéb dolgokat művelnek vele, meg lovakat itatnak, amit tudom én.
Tehát ez a vízműveknek természetesen a tudomására jutott. Ebből fakadóan a tűzcsapról ideiglenes jelleggel történő vízvételezés kizárólag az érvényes vízhordási engedély birtokában lehetséges. Tehát vízhordási engedélyt kell kérni a főváros vízművektől, nem tiltják ezt teljes egészében meg, de engedélyt kell ehhez a dologhoz kérni. Aki viszont ezt nem kéri meg, ezt az engedélyt, azt komolyan fogják büntetni ebben a tekintetben. Ez a lényeg, hogy gyakorlatilag ők az adott ingatlan, illetve az adott személy tekintetében az ideiglenes vízhasználás igényi biztosításhoz 2018 évtől ideiglenes vízbekötést kell igényelniük. Nagyon fontos választás volt, 2018. április 8-án. Itt van a jegyzőkönyv. Nagyjából és egészében az eredményt azt gondolom mindenki ismeri. Két rövid tényt szeretnék ismertetni ebben a dologban. 751 volt a névjegyzékben szereplő szavazásra jogosultak száma. Ebből 587-en szavaztak, 78,16%, ez közel 10%-kal magasabb részvételi arány, mint az országos átlag. Tehát hál' Istennek aktív volt Kisoraci település. Győztes Hadházi Sándor képviselő úr 310 szavazattal, tehát több mint 50%-ot kapott Hadházi képviselő úr. A második helyezettet még ismertettem 113 szavazattal Pál Gábor a Jobbikból, a többiek futottak még kategória. Ugyanez a listás szavazás tekintetében a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt koalíciója 305 szavazatot kapott, tehát itt is szintén több mint 50%-ot, és a Jobbik Magyarország Mozgalom pedig 86-ot. Az eredményhez gratuláltam képviselő úrnak és miniszterelnök úrnak is, úgyhogy bízom benne, hogy az országot továbbra is jó irányba vezeti az ország vezetése. Következő, köszönöm a polgármester úrnak, hogy megrendezték a falubált, pozitív visszajelzéseket kaptunk a dologról, nyilvánvalóan le kell vonni majd még a megfelelő konzekvenciákat, hogy hogyan szélesítsük a következő évben, hogy több ember tudjunk bevonni, de mindenképpen azt gondolom, hogy jó, hogy megszerveztük ezt. Két izgalmas kérdés is tartja a lakosságot az utóbbi időben lázba idézőjelbe. Az egyik a golfpályára kivetett adó, golfpálya területén található épületre kivetett adó, illetve a telekadó ügye is. Én ezt most még egyszer részletesen nem mondom el, de mindenkinek pontosan és részletesen válaszolunk arra vonatkozólag, hogy miért vetettük ki a golfpályán található épületre az adót, és miért a tulajdonosokra vetettük ki. Alaposan végigjártuk a jogi helyzetet, végigelemeztük, jegyzőasszony több alkalommal tárgyalt ebben a tekintetben, és egyértelműen minden bevont szakhatóság vélemény az volt ebben a tekintetben, hogy akikre egyértelműen kötelezhetünk, azok a tulajdonosok. Én ezt azért kértem, mert igazságtalannak tartom azt, a település összességét tekintve, hogy van egy kör, aki nem fizet adót, jelentős mértékű adót, annak ellenére, hogy adófizetési kötelezettsége van. Miután a perek hosszú-hosszú évek óta terelik ezt az egész ingatlant, viszont az önkormányzatnak pedig hiányzik a pénze. Jelen pillanatban én megnéztem, tulajdonképpen 2002 óta itt közel 20 millió forintnyi adóforint van kint, de 15 mindenféleképpen. Ezeket már mi behajtani nem tudjuk. 5 évre visszamenőleg lehet adót behajtatni, és mindenképpen azt kértem, pontosan az egész lakosságot tekintve, hogy igazságtalan a többi emberrel szembe az, hogy bizonyos emberek, bizonyos kör évek óta nem fizeti meg a törvényes adót ebben a tekintetben. Úgyhogy ezért lett ez kivetve. Még egyszer mondom, mindenkinek minden kérdésére válaszolunk ebben az ügyben, és erről részletesebb tájékoztatást fogunk adni edzőasszonyon, majd a tervezett közmeghallgatás tekintetében a falugyűlésen, ahol remélem ezzel kapcsolatban érintettek is eljönnek, ha érdekli őket, de minden a törvényes rendnek megfelelően zajlott. A telekadó tekintetében pedig csak azt akarom még egyszer elmondani, hogy ugyanaz adórendelet fönn volt,
Két alkalommal tárgyaltuk, egyszer vita alapján, aztán a döntés alapján a képviselőtestületen, még egyszer elmondom, hogy 20 forint per négyzetméter a telekadó mértéke, 20 forint per négyzetméter, és azok, akik mezőgazdasági területként művelik ezeket a területeket, és érvényes megállapodásuk van egy mezőgazdasági termelővel, azaz földművessel, azok mentesülnek az adó alól. Jelen pillanatban a településen van legalább 10 földműves minősítésű ember, tehát nem nehéz megtalálni azt, akivel adott esetben meg akarnak állapodni. Vízmű elszámolás levél. Itt engedjék meg, hogy külön megköszönjem Seres Adriennek a munkát. Nagyon komoly eredményt értünk el. Tehát meg kell mondanom önöknek, nagyon komoly eredményt értünk el közösen ebben a dologban. Összességében a tavalyi évben, a tavalyi évi vízmű elszámolásban 17-ben megérkezett már 19 millió 258 ezer forint, most pedig megérkezett 35 millió forint. És az innentől ez a szabad felhasználású pénz. Tehát én ismételtem a legnagyobb elismerés hangján, és köszönöm szépen. Ilyen jól nem tudtunk még közösen együttműködve soha ilyen jellegű, ilyen volumenű pénzeket elszámoltatni a vízművekkel. Tehát 35 millió 19.551 forint érkezett be egy három héttel ezelőtt a számlánkra, és ez gyakorlatilag segítséget fog nyújtani a mai testületi ülés különböző szavazataiban is, mert nyilván nem fogom mondani, mire szeretném ezt a pénzt használni. Ezzel elszámolásra került a 2017 évi pénz. El is fogadták az elszámolásunkat természetesen, hiba nélkül elfogadták, és meg is fizették a pénzt. És a következő évi támogatásból 17 millió forintot kapunk előlegben júliusban. Ez a következő évihez tartozik már. Úgyhogy ez egy rendkívül nagy eredmény. Lezárult a Magyar Állam kincstár ellenőrzése, az óvoda és az önkormányzat, illetve a közös önkormányzati hivatal tekintetében is megérkezett a zárójegyzőkönyv, meghatároztak bizonyos feladatokat, bizonyos intézkedéseket, ezzel kapcsolatban jegyző az, hogy intézkedési tervet készít, és ennek alapján haladunk ebben a kérdésben. Az Agrárkamara újjáalakította a Települési Agrárbizottságot, ez nem önkormányzati dolog, csak is, mint hír ismertetem, hogy megalakult újra a Települési Agrárbizottság hivatalosan az Agrárkamara részvételével. Ennyi a napirend előtt, amiket el akartam önöknek mondani, és nagyon röviden ismertettem még az előző testületülés határátlanak a végrehajtását, tehát a Szigetcsúcs szerződését megkötöttük, a biológiai szúnyoggyérítés szerződését megkötöttük, és a hulladék szállításra vonatkozóan az ott megindított vitát kidolgoztuk szerződéses tervezetbe, és a mai testületi ülésre behozzuk. Ennyi. Úgyhogy következik a napirenddel kapcsolatos szavazás. Én ismertetem a napirendet, és ismertetem az egyebekben megtárgyalandó kérdéseket. Első napirendi pont, 2017 évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása. Második napirendi pont, Szücsné Vitéz Éva óvodavezető megbízásának meghosszabbítása. Harmadik, a hulladékszállítás átalakítása a nyaraló területeken. Negyedik, külterületi útlezárások. 017 helyszámú területnél, illetve 011-es helyszámnál. 2018 évi vízmű koncepció. 6, gátépítés. 7, ravatalozó építése. 8, parkolóhelyek létesítése. 9. Kisoroszi könyv. 10. Kisoroszi fejlődéséért közalapítvány kuratórium új tagjainak megválasztása. Egyebekben zöldség előkészítő az óvodába. Egyebek 2. 2018 évi révpályázat benyújtása. Egyebek 3. Falugyűlés időpontjának kitűzése. Közigazgatási szünet ismertetése, és van egy zárt ülésünk egy napirendi ponttal. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki el tudja fogadni a napirendi ajánlás alapján a napirendet. Szavazzunk. Egyhangulag elfogadtunk. Haladjuk. Első napirendi pont, a zárszámadási rendelet, illetve a költségvetési rendelet
ügye. Az anyagot minden képviselőtársam megkapta. Ezzel kapcsolatban jegyzőasszonnyal, illetve pénzügyi vezetőnkkel több alkalommal konzultáltam. Részemről a rendelet rendben van. Kérdezném, van-e valamilyen szóbeli kiegészítés? Jegyzőasszony? Nincsen. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e valakinek valamilyen észrevétele, illetve kiegészítése a zárszámadási rendelettel kapcsolatban? Nincsen. Szavazunk. Kérdezem a képviselőtestületet, ki az, aki támogatja a 2017 évi költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet elfogadását a kiküldött anyag alapján. Egyhangulag szavaztunk. Következő napirendi pont, Szücsné Vitéz Éva, óvodavezetői megbízatása. Ezzel kapcsolatban, mielőtt egy pár szóban nyilván megadnám a szót óvónénének ebben a tekintetben, jelzem, hogy a törvény az azt írja elő, meg is kapták ezzel kapcsolatban a képviselők a levelet, hogy olvasom a törvénynek ezt a pontját. Az intézményvezető kiválasztása, ha a törvény másképp nem rendelkezik, nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó, a nevelőtestület egyetért, egyetértés hiányában továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. Itt egy ciklus zárult le, van lehetőségünk arra, hogy pályázat nélkül meghosszabbítsuk Szücsné vezetői megbízatását, amennyiben ezzel a intézményi tanács, illetve a szülői munkaközösség, illetve mi, mint fenntartó egyetértünk. Természetesen megkértem a szükséges véleményeket, olvasom a szülői véleményeket. Fekete István Mesterzett Óvodás Konyha szülői szervezet véleménye. Aluliratottak, mint a szülői szervezet tagjai, a szülői szervezet szervezet és működési szabályzata alapján az óvoda vezetőjének megbízása előtt az alábbi véleményt adjuk. Szücsné Vitéz Éva intézményvezető megbízatásának meghosszabbítását támogatjuk. Intézményvezető azt, hogy az óvodát mind a szülők, mind a gyerekek igényeinek, valamint a törvényi kötelezettségének megfelelően vezeti. Kommunikációja a szülők felé nyitott, döntései kompromisszumkészek, vezetői kompetenciái lehetővé teszik az óvoda további fejlődését. Szülői vélemény. Köszönjük szépen. Megvan a nevelőtestületi értekezletnek a véleménye is. Itt nem olvasom fel az egész levelet, az a lényeg, hogy egyhangú szavazásban ők is támogatják, tehát az ott dolgozók is egyhangú szavazati arányal támogatják Szücsné Vitéz Évának a vezetői pályázatát, úgyhogy ez is megvan. Én átolvastam az intézményvezetői programot, illetve személyesen is két alkalommal beszéltünk erről a dologról. Ugye én vagyok a munkáltató, de a fenntartó a képviselőtestület. Úgyhogy a képviselőtestület dönt erről a kérdésről. Én tisztelettel én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy hosszabbítsuk meg Szücsné Vitéz Évának a vezetői kinevezését. Én úgy érzem, jól tudunk együttműködni. Megfelelő pedagógiai munka zajlik az óvodába. A szülői visszajelzések is jók. És én azt gondolom, hogy ezt a fajta együttműködést, amennyiben minden benne résztvevő támogatja, úgy érzem, hogy nekünk is támogatnunk kell. Mielőtt szavazunk, tisztelte kérem azért egy pár szót mondjon a hosszabbításról röviden egyáltalán, hogy mégis egy pár szóban azért ismertesse. Bocsánat, ott ahhoz a mikrofonhoz, akkor hogy is jó. Köszönöm szépen akkor. A programomban leírtam, hosszú, rövid és középtávú programba határoztam meg a feladataimat. Ugye a legfontosabb az, hogy mindenek felett a gyerekeknek az érdekeit szem előtt tartsuk, a szülőknek az érdekeit, a fenntartó, külső-belső partnereknek az elégedettsége meglegyen, a gyerekek jól érezzék magukat az intézménybe, a szülők szívesen hozzák a gyerekeket az óvodába, és mi magunk is, akik ott dolgozunk, jól érezzük magunkat ebbe a kis közösségbe. Tehát
ezt a csapatmunkát szeretném a továbbiakban is folytatni. A szülőktől nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk. Szülők nagyon szeretik az óvodák, gyerekek is szívesen járnak ide, és én úgy érzem, hogyha az új kollégák, akik most bekerültek intézményünkbe, elfogadják a mi saját helyi programunkat, közösen együtt tudunk dolgozni, akkor jó csapatként tudunk dolgozni a továbbiakban is. Ennyit szerettem volna mondani. Kérdezem a képviselőt, van-e valakinek kérdése Róvó nénihez? Nincsen. Akkor mielőtt szavaznánk, egy észrevétel még, itt is az egyik kolléganő nyugdíjazásra került, tehát újra egy személyi feltétel megoldása előtt vagyunk, és dolgozunk azon, hogy keressünk óvónőt, mert ősszel egy újabb óvónőt kell felvenni, mert nyugdíjba megy az egyik kolléganő. Ennyi. Szavazunk. Kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki támogatja az előteresztés alapján, hogy egy újabb ciklusra meghosszabbítsuk Szücsné Vitéz Éva vezető óvónői megbízatását. Egyhangulag elfogadtuk. Hulladékszállítás, átalakítás a nyaraló területen. Itt majd megadom a szót jegyzőasszonynak. Ha valamit kihagynék ebben a dologban, tehát röviden foglaljuk össze azt, hogy egyértelmű volt az, hogy át kell alakítani a hulladékszállítást, ez még egyértelműbb azóta, tehát ez még egyértelműbb, ami zajlik a településen, az biztos, hogy ez így tovább nem megy. Ezt az előző testületülésen ismertettem, nem akarom túl hosszúra nyújtani, megállapodtunk abban a nyaraló tanáccsal is, illetve a képviselőtestülettel is, hogy abban a struktúrában próbáljuk meg megvalósítani, letárgyaljuk a hulladékszolgáltatóval az átalakítást. Az átalakítás megindul, a szerződéskötést közvetlenül a hulladékszolgáltató végzi a lakókkal, fél éves díjat számítanak föl a szolgáltatás elvégzésére, fél éves díjat számítanak, és ezt a díjat, hát most már nem is egészen fél éveset, most még kevesebbet, tehát most adott értékűt, ezt jegyző azt, hogy az építményadójukból levonatja, az őszi építményadójukból. Tehát nekik nem terheli költség a szemétszállítást, illetve én arra teszek majd most javaslatot, mert most szavazunk ebben a tekintetben, és a képviselőtestület pedig fizesse ki a kukáknak a költségét. Sajnos nem olcsó, nem tudtunk olcsóbban szerezni, tovább is a 4200 plusz áfa, de én úgy érzem, hogy ezt be kell, hogy áldozzunk, van is erre most költségvetési keretünk, ez egy több mint 1 millió forintos tétel azért, tehát ez nem egy kis összeg, mert jelen pillanatban úgy számítunk, hogy körülbelül minimum 200, maximum 250 lesz az, aki szerződést fog kötni hulladékszolgáltatóval. Tehát mi több alkalommal tárgyaltunk velük, megjegyzem, én magam sem gondoltam azt, hogy ők milyen szinten támogatják ezt a rendszert, és sokkal jobban féltem attól, hogy velük ezt nehezebb lesz megbeszélni. Ők nem támogatták ezt a konténeres hulladékszállítást, ez rossz volt nekik. A konténerekbe olyan hulladékok kerültek bele folyamatosan, ami komoly gondot okozott nekik, a gépeknek, a darálásnak, egyebeknek, tehát ez nem volt jó, és igazándiból csak a régi szerződés miatt hagyták ezt meg, mert ez már réges-régen nem csak lakossági hulladék van sajnos ebben a konténerszállításban. Pedig ők ezzel így anyagilag rosszabbul fognak járni. Ennek ellenére vállalták, és abban maradtunk jegyző azt, hogy június 1-jével megkezdjük ezt a dolgot. Tehát június 1-jétől addigra megkapja a címlistát a Vértes és Vidéke hulladékszolgáltató, értesíteni fogja a lakosságot a szerződéskötésről. Nem kell sehova bemenni, mindenki... Én úgy tudom, e-mailben is tudják intézni, de levélben mindenféleképpen. De mindaddig, amíg nem zajlik le ez az egész zökkenőmentesen, tehát amíg nem kerülnek ki a kukák, amíg nincsenek meg a szerződéskötések, addig nem számoljuk föl a konténeres hulladékot. Tehát még nagyon sok problémát okoz nekünk, nagyon sok, de még ennek erre mindenképpen azt szeretném, hogy amikor már biztonságosan tudjuk azt, hogy legalább az igénylők 80%-a be is tudott jönni a kukáért, meg is kapta a kukáját, ott is van nála, tehát föl tud állni a rendszer, akkor kezdjük el leszedni a konténereket.
Folyamatosan majd csökkentgetni fogjuk, ez tény, tehát biztos, hogy leveszünk egyet-kettőt folyamatosan, de én azt gondolom, hogy ez valamikor ilyen nyár közepére fog teljes egészében eltűnni a konténer, de mindenképpen megkezdjük. Úgyhogy itt ki lettek számítva különben, tehát a díjak is, az edények száma, stb. Ezeket mind kiküldtem különben előterjesztésbe. Én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy a lakossággal sikerült ezt megértetni. Mert én nem kapok azóta különben negatív véleményeket. Tehát én úgy érzem, hogy jó volt az előző testületülés, jó volt a ti leveletek, ami ebbe a dologba körbe ment, és a lakosság is úgy látja, hogy ez a dolog ez megoldást fog nyerni. Nekünk még van egy újabb csavar azért ebbe a dologba, mert valahogy a téli időszakot is kezelnünk kell. Tehát valahogy a téli időszakot is kezelnünk kell, ezt majd mi megbeszéljük külön a hulladékszolgáltatóval, lehet, hogy akkor azt mi kifizetjük neki külön, mert az akkor ritkábban teszik ki, de aki teszik, szedjék össze, és a többi, és a többi. Egyelőre mondom, a nyarat fejtsük meg. Úgyhogy az előterjesztéshez képest én többet szóban nem szeretnék hozzátenni. Kérdés van-e? Képviselői kérdés? Nincs. Bocsánat, János? Kérdésem nincsen, majd hozzászólásom. Parancsolj. Csak nyom meg a gombot. Igen. Illetve egy kérdésem van, hogy hány százalék az áfája ennek a 27 vagy kevesebb? A szemétszállítás? Igen. Szerintem úgy, hogy 27, de ezt én nem tudom. Sajnos ezt nem tudom. 27. Jó, tehát az 6700 forintot jelent akkor egy fél évre. Márhogy kiszámítottam. Igen. A következőket szeretném mondani, ugye a múltkori ülésen kiderült, hogy támogatjuk ezt az egészet, és én sem kaptam negatív visszajelzést. Nem, mondom, ez helyesnek jó. Magával az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve amit most mondtál, hogy június 1-e az mához egy héten. Így van. Így van. Egy héten belül nyilvánvalóan ezeket, nem tudom, hogy... Akkor indulnak meg a szerződések. Tehát jó. Június 1-től kezdi kiküldeni a hulladékszolgáltató a megadott címekre. Jó. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy legkorábban július 1-től lehet ezt az egészet elindítani, ami azt másképpen fogalmazva azt jelenti, hogy az idei évben nem a második és a harmadik negyed év, hanem csak a harmadik negyed év az, amelyik fizetés köteles lesz a lakos. Igen, ez az, van, a jogszabályban, igen. Ahhoz fognak itt is ragaszkodni. De hát ez nem jó. A másik kérdésem, megjegyzésem az itt a 1-2-3-4-5. Bekezdéssel kapcsolatos, amiben nekem egy időbeli átfedési problémám van. Elnézést, felolvasnám az egész mondatot. A hulladék szállításának kiadási tételét tekintve az ingatlan utáni építményadót fizető tulajdonosok számára a második fél évben lehetőség van az építményadóból való jóváírásra, amennyiben a szerződést kötnek a hulladék szolgáltatóval, és a szolgáltatás díjának befizetését igazolják. Így van. A kérdésem az, hogy a hulladékszállító az hogy számláz? Havonta, negyed évente? Ez egy sajnos... Bocsáss meg, a kérdésemnek a lényege az, hogy én szerintem én nem fogom tudni a szeptemberi adókivetés előtt bemutatni azt a számlát, azt a befizetést. Teljesen a szerződést valószínűleg be tudom mutatni, már nem csak én, hanem most az összes ingatlan. Teljesen jogos a felvetés. Tehát maga a számlázási történet teljesen kikerült a mi kezünkből. És az ő kezükből is. Tehát ezzel az a probléma. Tudom, van egy központi. A központi nemzeti hulladékkezelő, vagy nem is tudom pontosan milyen, ők küldik ezeket a számlákat. Én természetesen meg fogom ezt kérdezni, és utána fogunk megpróbálni utána menni, hogy ez itt egy éles kérdés lesz, hogy nem tudod engedtetni úgy az építményedet, mivel nem tudod önhibádon kívül nem tudod bemutatni a csekket, mert nem kaptál csekket. Jó, hát ezt nyilvánvalóan úgy lehet lekezelni, hogy a jövő évi adóból lesz levonva, és ezt tudatosítani kell akkor a ingatlan tulajdonosokkal. Ugyanezt fogom javasolni, hogy a jövő éviből vonjuk le, mert a jövőre már biztos, hogy lesz igazolva, tehát a jövő évi adóból lesz levonva. És remélhetőleg addigra kiderül, hogy ez a központi szervez milyen időnként küldi a számlát, tehát lehet, hogy az egész mindig állandóan egy évvel fog csúszni. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Mindegy.
Próbáltuk a szándékot kifejezni, ugye én írtam. Ez a lényeg, mert negatív megjegyzés én sem kaptam, de olyan kérdést kaptam, hogy biztosan jóvá fogják-e írni, tehát hogy biztosan továbbra is kvázi idézőjelbe ingyen lesz az személyszállítás. Hát erről lesz egy képviselős döntés. Mondtam, hogy a polgármester úr... Lesz egy döntés, és lesz egy egységes rendelet, ami ezt mindenki el fogja tudni olvasni. Tehát ez jó. És azon kívül már csak egyetlen egy kérdésem van, nevezetesen, hogy vannak olyan ingatlanok, ezek a tulajdonosok ketten megkerestek engem, majd mindjárt mondom, hogy hol, amely ingatlan, már hogy üdülő ingatlan, nem olyan helyen van, ahol a kukásautó az én tudomásom szerint közlekedik jelenleg. És ez a Bárányköznek az a vége, amelyik ott a szemét, régi új, nem tudom, hogy mondjam, szeméttelepel, tehát ahol a komposztálás történt, azzal szemben ott a hegyoldalban vannak ingatlanok. Igen. Ők sem, tulajdonképpen a kérdésük az volt, hogy hova kell tenniük a kukát ahhoz, hogy az kiürítésre kerüljön. Meg fogjuk mondani. Nem kell most ezt megoldanunk, csak tudjátok. Én tudom ezt a problémát. És lehet, hogy lehet, nem ismerem ennyire az üdülő ingatlanok elhelyezkedését, de lehet, hogy van még egy-két olyan, amelyik nem olyan, mint a miénk, hogy a Pasirta utcán amúgy is végigmegy a szemetes, tehát egyel többször kell megállni, hogy tőlem is elvigye, hanem ilyen elrejtett helyeken van. Igen, tehát erre válaszolva, tehát pont ma 5 órától volt egy lakossági fórum, ami a rendelési tervvel kapcsolatos. Hogy is mondjam, szóval részmegegyezések történtek ebben a dolgok, és akkor minimum tudok fogalmazni. Tehát itt sajnos az egész rendezési kérdése annak a Diana utca, Harmat utca, ez egy teljes katasztrófa. Már 2002-ben is katasztrófa volt, tehát én meg kell mondom őszintén. Tehát ott az egész, tehát maga a Diana utcának a kerítése is semmilyen szinten nincsenek a jó helyen. Nincs csak jó helyen a kerítése. De már ott vannak, azzal már senki nem fog tudni semmit csinálni. Visszatérve erre, és nem húzva ezzel a problémát, a Zsák utcánál jelen ez a probléma, hogy a Zsák utcába nem fog tudni bemenni a konténer, vagy a kukás autó, mert egyszer nem fér be. Ott van két lakó, akivel én most vagyok némi vitában, hogy ők nem hajlandóak majd a kukájukat kivinni, és én miért nem vitetem el a szemétjüket. Megfelelő választ fognak erre majd kapni, amikor elérjük ezt a dolgot, de a másik a Bárányközön, hogy sokkal rugalmasabb a megoldás a Bárányköz tekintetében, mert ott a hölgyel meg lehet egyezni. Tehát ott meg lehet egyezni, ott meg fogjuk nyitni egy kis segítséggel, meg fogjuk neki nyitni azt az útrészt, és onnantól kezdve ezt minden további nélkül be tudja hozni. A Zsák utca tekintetében ott én még óvatos vagyok ebben az ügyben, de mondom, hogy egyszerűen fizikai korlátai vannak annak, hogy az autó bemenjen. A behajlóágak, maga az útszélesség és egyebek. Úgyhogy erre megoldást kell találni, de az biztos, hogy nem lesz megoldás, hogy mi oda hulladékszigetet rakunk, ahova majd ő kihordja megint a szemetét, és majd megint mellé hordja mindenki a szemetét. Igen. Az biztos, hogy nem. Jó, köszönöm. Egyetlen kérdésem, amikor ez a téli időszak, ez szerinted hány ingatlant érint? Hát érinteni mindenkit fog, de hogy kik vannak kint jelen, ezt nem tudom felmérni. Tehát ez majd most fog kiderülni, hogy csak mondok egy számot, a 200 gyanoló tulajdonosból 80-an kijönnek szilveszterezni, vagy 50-en kijönnek. Na jó, de hát egy-két napra, tehát akár haza is tudja vinni a szemetet. Haza is tudja vinni, ez majd meglátjuk a gyakorlatát ennek az egész dolognak. Meg továbbra is ugye fönnáll az a lehetőség, hogy a hulladékudvarunk nyitva van. Tehát oda kivihetik a szemetet. Hát ő összezacskózza a téli hónapokban, és ha megfelelő időn, hogy a hulladékudvarba, le tudja tenni. Tehát jó. Ezt nekünk meg kell oldani. Jó, köszönöm szépen. Jó, lakossági észrevétel van. Kérdezem a képviselőtestet, hogy szót adunk-e az úrnak. Én javaslom, hogy adjunk. Szavazunk. Parancsoljon. Szilágyi Péter, Kamad utca 1. Pontosan ez a problémám, hogy oda soha az életben nem megy a kukáskocsi, még helikopterrel sem nagyon, ez az egyik. A másik, hogyha ki kell ráncigálnom a kukát, mondjuk a Kossuth utcához, kuka ezt nem bírja ki, nem arra célra tervezték. Nagyon kicsi keretje van, nagyon hamar tönkre fog menni. Föl sem merül az, hogy egy éve kibírjam. 3. Jó esetben kint vagyok havonta egyszernyű csütörtökön, amikor erre jön a kukáskocsi. Többi időben nem.
Hagyjaj, mi volt a védőben? Ki fogja elvinni? Milyen módszerrel fog kikerülni ez a kuka oda? Hát úgy, hogy a lakó megszervezi. Tehát a lakó megszervezi a kivet. Eddig én elvihettem bármikor a konténerhez. Miért nem vigyázunk inkább arra, hogy a konténerbe csak helyi illetékes tegye azt, amit kell, és hogyha nem azt teszi, büntessék meg rendesen. És kész. Jó, oké. Még észrevétel? Körülbelül ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezt a lakossági észrevétel nem tudok érdemben foglalkozni, semmilyen szinten. Tehát tovább is meghagyjuk annak a lehetőségét, hogyha akarja, kiviheti a hulladék lerakó telepre, de azt a megoldást, amit ő javasol, az az egész településnek rossz. Ezt ne haragudj, azt nem tudom továbbvinni. Tehát pontosan azért alakítjuk át, mert a település érdekei az átalakítást kívánják meg. Az, hogy sajnos a régi konzervatív, vagy a régi rossz helyzetből konzerválódott szituációk vannak, nyilván ebből lesznek károlatja ennek a dolognak, de ez a település egészében szempontjából biztos, hogy annak az érdeke fontosabb, és nekünk a közösségeket képviselni. Köszönöm. Igen? Rosszá Robert, Diana utca, igen. Hogyha már fölvetődött a Diana utca. Én nem a szeméttel kapcsolatban szeretnék, mert oda nagy autóval nem lehet bejönni, ugye, ahogy részletezted, hogy milyen keskeny, stb. Stb. És akkor még azt is tudjuk, hogy ott a közművek milyen körülmények között lettek megépítve. Bocsánat, napirend, ezt tartsuk, vagy a szemét, vagy a közmeghallgatáson, mert ez most köszönöm, meg. Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel kapcsán nincsen. Kérdezem a képviselőt, hogy van-e valakinek még észrevételed az ügybe? Kovács úr? Nekem az volna az észrevételem, hogy a faluba meg tudják azt csinálni, hogy az Ó utca, a Duna utca vesz annyi fáradtságot, hogy egy saját szemétjéről van szó, nem maradjon a háza körül, hogy ki fogja oda hozni reggel. Ugyanezt meg lehet csinálni a külterületeken is. Nekem ez a javaslatom, hogy ehhez tartsuk magunkat, és ez így nagyon jó lesz. Köszönöm. Azért fiam 160 méterre bújja ki a kukáját, például minden további nélkül. És onnan vissza is viszi. Jó, kérdezem a képviselőt, ki az, aki az előterjesztésnek megfelelően támogatja a hulladékszállításnak az átalakítását. Szavazunk. Hogyha valaki elfogadtuk, köszönöm. Külterületi utazárás. Rövid leszek ebben a tekintetben. Hát most abban nem mennék bele ebbe a elmúlt két hetet tartó nagyszerű lakossági Facebook vitába, hogy mi engedély nélkül lezárattunk területeket, ahova nem tudtak emberek bemenni. Soha egyetlen egy percre nem volt lezárva lakattal a fölhelyezett kerület. Soha egyetlen egy percre. Mindenki, aki ezzel szemben vásárolít, az röviden és egyszerűen hazudik. Úgyhogy tehát a kettő darab sorompó felhelyezésére a következő miatt van szükség. Szerintem a még egyre lesz különben szükség. Abban a pillanatban, ha megszüntetjük, már pedig megszüntetjük a pagodőnél lévő konténer dolgot, a Nagy-Dunai oldalon folyamatosan kempingelő, vadkempingeseknek az... De most van bekapcsolva szerintem. Most nincs. Ja, bocsánat. Tehát a elnézést. Tehát a vadkempingeseknek a közlekedési korlátozására szolgálnak ezek a sorompó kihelyezések. Megpróbáltuk árokásással, megpróbáltuk táblával, megpróbáltuk jó szóval, megpróbáltuk rendőrségi figyelmeztetéssel tavalyében, sajnos ezek a dolgok nem megfelelőek. Úgyhogy most, amennyiben a képviselőtestület jóvá hagyja a kettő darab sorompónak, a sorompó ki van helyezve, csak még egyszer nincs lezárva, kihelyezését és lezárását, akkor a úgynevezett Gazi út, akinek ez mond valamit, akkor azt tudja, hogy miről van szó, a Gazi út közepén úgy zárunk le, hogy onnan még, ha oda lemegy az autójával, el tud fordulni. Tehát nem kell neki visszatolatgatni, meg sehova nem kell neki menni, ha ott rájön arra, hogy nem tud tovább menni, elfordul jobbra, átjön a legelőn, és vissza tud jönni. Ugyanez vonatkozik a másik kihelyezett táblára is. Az már különben csak azért is egy kis, még érdekesebb, ugye ez volt a vitatott, a volt kollégánk a Szabadi Anna Mária tekintetében, ő nehezményezte, hogy lezárta valaki az ő földjét, és ő nem tudja megművelni. Az ő földje 5 éve műveletlen, egyrészt, 5 éve. Másrészt a
a földjét a túloldalról minden tovább meg tudta közelíteni. Ezt is meg tudta volna, mert fölnyitás be tud menni. De a másik oldalon nyitott volt az egész dolog, tehát itt nem erről szólt nyilván az egész. De nekünk ezt a két lezárást el kell végezni. Amit most a Szigetcsúcs üzemeltető javasolt, a Szilvás útnak a lezárását, az bonyolultabbnak látom. Tehát arra nem teszek most javaslatot, mert ott azt azért meg kell vizsgálni azt a részt, ott mindegy, hogy engedély nélkül építve, de már fennmaradási engedélyen létezett, van legalább 6 ház, amit használnak. Ezt is meg tudjuk oldani, de azt bonyolultabbnak látom. Én egyelőre ennek a kettőre teszek javaslatot. Természetesen, miután lezárásra kerül a sorompó, minden érintett földtulajdonos, aki a területen ott van, ez konkrétan 3 ember, mindenki lakatot fog kapni, lakat kulcsot fog kapni ez a területhez, tehát senkit nem fosztul meg attól, hogy a földjeit művelje és helytálljon a műveltetési kötelezettségének, de ezt nyilván akkor tudjuk megtenni, amikor az utak lezárása önkormányzati hatáskör, amikor meghozzuk ezt a döntést, és utána mezőr úr kijelzi a lakatot, és a kulcsot eljutatja átvételi elismervény tekintetében az illetékes földtulajdonosoknak, és meg tudják oldani a problémájukat. Tehát röviden ezért van szükség ennek a két sorompónak a kihelyezésére. Meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Én is kíváncsi vagyok, megmondom őszintén. Egyelőre most azt lehet látni, hogy az utóbbi időszakban a Papgödör környékén megnövekedett a parkolási intenzitás, ez tény, tehát ott most több autó áll. És ugye még az a vélemény sem helytálló, hogyha valaki vadkempengezni akar, és lejjebb akar menni a Dunához, legelő még ugyanúgy végigmehet, és ugyanúgy le tud menni a régi konkikötő mellett, ott még bőven tudnak kempingezni akarnak. Tehát kérdezem a képviselőtestületet, az előterjesztésnek megfelelően ki az, aki támogatja ennek a kettő darab sorompónak a kihelyezését. Szavazunk. Köszönjük szépen. Sanyi, akkor megkérlek, hogy holnapi nappal intézkedjél ebbe az ügybe. Lakat kerüljön rá, és a kulcsot pedig a földtulajdonosok kapják meg. Egy átvételi elismervénnyel Szabadi Panni tekintetében. Tovább megyünk. 2018 évi vízmű koncepció. Ugye mondtam, hogy ezt elméletileg korábban kellett volna már megcsináljuk, de ez meg kellett csinálni a vízmű elszámolásunkat, amit elvégeztünk, így rendelkezünk a megfelelő adattal, hogy milyen pénzzel lehet számolni a vízmű koncepció tekintetében. Én nem részletezném az egész anyagot, képviselőtestület tagjai megkapták. Kettő fontos dologra hívom fel a figyelmet ebben a tekintetben. Egyrészt, és ezt Futaki tanár úrnak mondom, ismételten benne van a környezettudatos nevelés népszerűsítése a helyi újságban. Erre figyeljünk oda jobban, hogy minden lapszámban valamilyen szinten szerepeljen ezzel kapcsolatban egy kis cikkecske, de legalább 2 lapszámonként. Mert ez fontos lesz. Nagyon fontos, hogy 10 millió forinttal be tudtuk tervezni a révveszteséget. Benne van 10 millió forint. Ez nagyon, nagyon nagy dolog, hogy be tudtuk tervezni. Be tudtunk tervezni másfél millió forintot Sziget természeti értékeit, kulturális tevékenységét és hagyományait bemutató tevékenységre. Ez azt jelenti, hogyha az ősz folyamán akarunk egy ilyen, vagy szeretnénk egy ilyen mindig idézőjelben így fogom, hogy egy kis Duna ünnep jellegű rendezvényt csinálni, és megpróbáljuk egy kicsit a Sziget természeti értékre ráhúzni, akkor lehet, hogy tudunk vele számolni. Benne van ugye a 10 éves koncepcióban a trágyatároló kiépítése, be is van tervezve ebbe a trágyatároló kiépítése, nem is az lenne a baj, hogy ez a pénz kevésre, a hely. A hely a probléma. Tehát jelen pillanatban az a probléma, hogy az, ami ez engem nem érint, a többi állattartót érinti, az ennyi megvonódva. Tehát a trágyatárolót csak olyan helyre lenne érdemes építeni, ahol valamennyire közel esik a településhez, és megközelítik az emberek, és ki tudják vinni a trágyájukat, mert úgyse viszik ki.
Na most minden, ami a településhez közel van, értem ez alatt a vízmű úttól a falu felé, mind A-zóna. És az A-zónába semmilyen szinten nem adnak engedélyt a trágyatároló építésére. Tehát jelen pillanatban most ki fog kelleni, jelöljünk egy helyet, ahol optimálisan a falunak jó lenne, ha ez megépülne, és utána egy külön engedélyeztetést kell kérni, hogy erre a részre oldják fel az A-zónába való besorolás B-re. Azért sürgetem én ezt, mert másodperceken belül látom, érződik a vízkihasználásnál és mindennél, hogy előbb-utóbb kötelezni fogják a trágya nyilvántartásra az állattartókat. A Vörös Tibit, a Karcsit, az összes többit kötelezni fogják, Sanyi, stb. És onnantól kezdve nehezebb a magyarázkodás, hogy hol van a trágya. És ezt semmiképpen nem szeretném a falusi értékeket elveszíteni, mindig is célunk volt az, hogy megőrizzük a településnek ezt a dolgát. Ehhez meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy valahol megépítünk egy trágyatárolót, főleg úgy, hogy pénzünk is van rá, és azt mondjuk a lakosságnak, aki állattartással foglalkozik, hogy kedves állattartó, oda légy szíves, oda kivinni a trágyát. Tehát ezt ezért tartom egy fontos dolognak. Fontos dolog, hogy be tudtuk tervezni a két hajónk felújítására a RÉV pályázaton kívül, mert abba is terveztünk be, de ide is beterveztünk 2 millió forintot, valamint ismételten beterveztük a 1 millió forintot a vízimentő hajó megvásárlására. Ebben a koncepcióban szerepel a gátépítés összege, amit a következő napirendi pontban tárgyalunk. Itt egy nagyobb összeg szerepel még, mint amennyi végül is ennek a gátépítésnek a végeredménye lesz, vagy lett a különböző alkudozások után, de nem baj, hogy nagyobb összeg szerepel itt, mert ami fönnmarad ebből, várhatóleg egy 4 millió forint körül marad fönn, azt lehet, hogy még egyéb ilyen jellegű dolgokra el fogjuk tudni költeni az év hátralévő részében. Tehát összesen 74 millió 916 forintnak a részletes elszámolásáról teszünk javaslatot. Természetesen képviselőtestület dönt ebben az ügyben, de nyilvánvalóan ezt már előzetesen a fővárosi vízművekkel leegyeztettük. Tehát amennyiben a képviselőtestület ezt elfogadja, úgy életbe fog lépni a koncepció, és ez szerint tudunk dolgozni ebben az évben. Kérdezem a képviselőket, van-e valakinek véleménye a vízmű koncepció kapcsán? Nincs. Kérdezem a képviselőtestületet, ki az, aki támogatja a kiküldött előterjesztés, valamint a szóbeli kiegészítések alapján a 2018 évi vízmű koncepciót elfogadását. Számot szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Gátépítés. Kérem szépen, miről van szó? Teljesen egyértelműen és a legfontosabb, a lakosságot védő gátrendszer magasításáról van szó. Nem mezőgazdasági területek védelméről van szó, a lakossági gátak magasításáról van szó. Amiért ez fontosnak tartom, két dolog, itt is egy kicsit engedjék meg, hogy előre gondolkodjak ebben a dologban. Tehát a 2002-es árvíz után, ami akkor elöntötte a települést, az a víz, jelen pillanatban, a mai napig ez az érvényes, úgynevezett Nagy-Duna-meder határ. Ezt mindig megfelelvezik az önkormányzatok, nem tud igazán hatályba lépni, és a többi. Ez a többi önkormányzatnál is komoly problémát okoz, de előbb-utóbb meg fognak hozni a nagyvízi mederhatárt. És az azt jelenti a nagyvízi mederhatár, hogy úgy fog járni a tulajdonos, aki benne van ezen a területen, mint ahogy a Lezsák Gabiék jártak, akiknek már nem lehetett biztosítást kötni a házukra. Tehát az én hátsó szándékom ebben a dologban az, hogy ha most meg tudjuk emeltetni ezeket a gátakat arra a szintre, amit itt beterveztettünk. Én megpróbálom ezeket a gátakat utána hivatalosan, ugyan utólagos engedélyeztetéssel nyilván, mert ezeket építettük 2005-ben, 2006-ban, 2013-ban, mindig építettük, elfogadtatni úgy, hogy ez a települést védő árvízi védővonal. Ha ezt el tudjuk fogadtatni, akkor abban a pillanatban kijjebb toljuk a Nagy-Dunai medernek a határát. És ez nagyon fontos lesz a lakosság számára egy pár év múlva. Egy pár év múlva. Maga a közvetlen védekezés, ugye miért érzem én ennek a szükségét? Védekeztem többekkel együtt a 2013-as árvizet. Pontosan tudjuk,
hogy vannak olyan gátpontjaink, ahol 50 cm hiányzik a dologból, van, ahol csak 10, van, ahol 20, de a gátvonal ezt a, akkor 9 méter volt, 8,98, ugye ez volt a eddigi legnagyobb árvízszint, nem tudja, ez a mostani gátkoszóra, ez nem tudja mindenütt ezt a védő vonalat. Csak kiegészítésekkel, zsákolással, és a többi, és a többi. Én most azt kértem a mérnököktől, hogy mérjük föl azt, hogy az egészet föltesszük 50 centivel följebb, tehát ahol kell ott 1 métert fognak emelni, ahol kell ott 70 centi, teljesen mindegy, ez föl van mérve. Az egész védőrendszert, hogy értse mindenkit, amiről szó van, országút melletti gát, keresztgát, keresztgát bejövetele, és a golfpálya mellett is, a golfpályának ahhoz a sarkához érkezünk be, ahol az a fasor elkezdődik, ott van egy magas pont. Ennek a felmérése történt meg, ennek az U-alapnak a felmérése, és ehhez kértünk utána beárajánlatokat a munkához. Hát az árak nem olcsóak természetesen. Értem szerint, hogy a teljesen hivatalos építőipari cég dolgozik ebben a tekintetben, igazolt helyről hozzuk az anyagot, anyagot hozunk Esztergom mellől, és ezzel a gátépítésre szánt anyaggal emeljük meg, úgynevezett lépcsőzetes rendszerrel, így hívják a szakemberek, tehát a védett oldalt, nem a támadott oldalt, hanem a védett oldalt elkezdik majd belépcsőzni, és arra teszik rá az anyagot, és azra hordják fel a tetejére, és úgy a végén tüntetik el a lépcsőzést. Ez bizonyos mezőgazdasági területeken kárt fog okozni, ezt kezelni fogjuk, mert ugye a gépek ott fognak járni, meg valahova kell egy hatalmas depót csinálni, ahol meg kell indulni az agyagszállításnak. Ezeket is meg kell még, hogy oldjuk. Lényeg a lényeg, hogy tehát még egyszer tiszta és egyértelmű, a lakosság céljait szolgáló gátépítésről van szó, a meglévő gátjainknak a megemelésére fél méteres szinttel. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy nyugodtan a mindenkori áll, legnagyobb árvízszint fölé fél méterrel be vagyunk védve. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ezzel még nem lehetünk 100%-osan biztonságban, de jelen pillanatban a golfpályára nem tudunk bemenni. Tehát ha majd egyszer valamilyen szinten értelmes emberekkel lehet beszélni a golfpálya tulajdonosai közül, akkor be tudunk oda menni, és befejezzük ezt a védekezést. Nincs ott már jelentős probléma, tehát a golfpályán belül az úgynevezett golfkaput kell egy kicsit emelni, illetve az elütőpályán kell egy 30 centit emelni az elütőcsíkon. Tehát ez már töredék része ennek a munkának, de azért mondom, hogy tehát amikor ugye jön az árvíz és vészhelyzet rendelnek el, akkor már be fogunk tudni menni, és akkor ott nekünk valamennyit homokzsákolni kell majd abban a kérdésben, de többit nem. Na nézzük az árajánlatokat. Tehát ugye a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 3 darab árajánlatot kellett kérni a kivitelezési munkák tekintetében. Az első árajánlat az 23.383 forint plusz áfa, bruttó 29.696. Nem részletezem a műszaki tartalmat, mindenki tudja, megkaptátok, hogy mi van benne. A következő 25.996, ennek a bruttója, ha jól számolom, 33 millió forint. Van még egy, aminek szintén a bruttóját mondom, az 34 millió forint. Ugye nekünk bruttóba kell mindennel számolni. Tehát egyetlen egy 30 millió alatti árunk van, az ő ajánlatuk elfogadását javaslom. Természetesen a szerződésben feltételként meg kell határozni azt, hogy legkésőbb október 1-ére készen kell lenniük. Tehát a gátépítési időszak ugye október 15-tel lezárul, utána nem lehet gátat építeni. Ebből fakadóan nekik, én azt gondolom, hogy inkább szeptember 15-re, tehát még lehet pótmunka, vagy szemle, vagy egyebek, minden, tehát nekik ezzel a munkával készen kell lenni szeptember 15-ére. Úgyhogy ezeket akartam szóbeli kiegészítésként elmondani. Kérdezem a képviselőket, kinek van véleménye a gátépítéssel kapcsolatban? Nincsen.
akkor szerintem a legjobb ajánlattól szavazunk, nem kell egyenként szavazni. Persze. Igen. Tehát akkor kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki elfogadja a Taubau építőipari és személyi gazdasági szolgáltató Kft. Hivatalosan küldött árajánlatát, amely a részletes mellékletben térképekkel és anyagkimutatással együtt az összes költségét 23.383.090 forint plusz áfában határozza meg. Szavazunk. Elfogadtuk. És ugye ennek a megvan a fedezete, be van állítva a vízműtelbe. Ezt én nagyon-nagyon nagy dolognak tartom. Tehát bármennyire is úgy érzik az emberek, hogy nem kell a jövővel foglalkozni, szerintem csak azzal kell, mert az egy dolog, hogy miniszterelnök úr biztosított bennünket arra, hogy megmaradnak az önkormányzatok, de senki nem mondta, hogy mennyi pénze lesz az önkormányzatoknak. Ezt az apróságot nem tették hozzá. Tehát addig kell egy kicsit nekünk előre gondolkodni, amíg van lehetőségünk. Ravatalozó építése, ugyanez, ha már előre gondolkozunk tekintetben. Igen. Tehát ravatalozó építése. Mindenki tudja, mindenki látja, hogy nagyon rossz állapotban van a ravatalozónk. És megkértem Sziliboldi Zsá barátunkat, aki ingyen és bérmentve, innen is tisztelettel köszönöm neki a munkát, vállalta, hogy megrajzolja a tervét a megépítendő új ravatalozónak. El is készült, és ezek után ugye elkezdtünk költségvetéseket költségvetéseket gyártatni hozzá, illetve kivitelezési ajánlatokat kérni. Hát egy picit megmondom őszintén, ez több, mint amire mi gondoltunk. Tehát én az elején nem gondoltam, hogy ez ilyen volumenű összeg lesz, csak majd később beszélünk például a zöldségpucoló kialakításáról az óvoda tekintetében. Olyan szinten emelkedtek meg az építőipari árak, ezt aki építkezik, mindenki a saját bőrén szerintem látja, hogy egyszerűen a kivitelezők azt mondják, hogy ezen az áron tudnak eljönni, tele vannak munkával, mindenki dolgozik, minden építőipari cég. Úgyhogy mondom, itt én kértem természetesen minden részvevőnél kértem módosítást, tudtunk is egy kicsit lejjebb menni az árakkal, de hát ezek az árak vannak. Na most a következő, ugye a munka, a terveket mindenki látta. Most azt nem... Tessék? Azért van, a terveket mindenki látta, azt most nem fogjuk bemutatni. A munka tekintetében két részből áll a munka, természetesen nyilvánvalóan arra törekedtünk, hogy a helyben lévő vállalkozók próbálják ezt a munkát, akik itt dolgoznak, elvinni, és velük alkudoztam, hogy próbáljunk meg mindenképpen lejjebb lévő árakat kialakítani. Jelen pillanatban megvan mindenről a több ajánlat, most nem részletezem az egyéb ellenajánlatokat, de a Várbau Kft.-nek az árajánlata tartalmaz egy 11.035.210 plusz áfa, azaz szumma 14.014.716 forintot, melyben az összes kőműves munka van benne. Az épület tulajdonképpen gyakorlatilag lebontásra kerül, idézőjelben. A falak bizonyos része megmarad, de csak nagyon kevés része, az összes többi lebontásra kerül. Teljesen egyértelmű volt a műszaki szemlén, hogy nem lehet átépíteni jól. Nem érdemes megtartani ezt a szerkezetet. Maga az alapterület az meg fog maradni, csak előre jön különböző ilyen beállókkal, de villanyt kell beleszerelni, vizet kell beletenni, ez a református egyháznak feltétele volt, mert a terület a református egyház tulajdona. Ezt majd még különben rendezzünk el. Én beszéltem egyházvezető úrral, és ő mondta, hogy minden további nélkül egy hosszú távú szerződésre ide adják nekünk a területet, de kérik, hogy a WC legyen beépítve. Tehát annak be kell kerülni. Tehát egyszer a kőműves munkára van egy 14.014-es ajánlatunk, van egy 18.291, van egy 19.297, és na ez aztán tényleg bitang, mert ez aztán 24 millió a leányfalui vállalkozó úrnak az ajánlata. Tehát ebből én mondom itt a legjobb ajánlatnak a számszakilag is, meg azért, mert itt van a településem, a Várbau szisztémnek az árajánlatát látom. De mielőtt erről szavazunk, azért ismertessük az ács munkáknak is az árait.
Az ásmunkák tekintetében ott szétbontottunk, kértünk egy teljesen részletes árlistát, a lefolyócsőtől, a hattyúnyakig, a kiköpőcső, nem tudom, minden benne van, a zenit szegélycsere. Tehát itt van egy részletes árlista. Ez az anyagköltség, ez 2.147.865 plusz áfa, és van ennek egy tetőkészítési munkadíja, ami 3.100.000 forint plusz áfa. A maga a munkadíjra kértünk még két külön ajánlatot, 4.5 millió, ez is 4 millió, tehát ezek többek, ezek az árak. A kettő együtt, tehát a tető munka, illetve a kőműves munka összességében, ha mi jól számoltunk, akkor, és úgy, hogy még be kell terveznünk, erre különben a javaslatot szeretnék valakitől kérni, mert nem tudtak javaslatot adni, egy jó mérőnőségű kovács kéne nekünk, egy lakatos kovács, mert egy nagyon szép vaskapu van tervezve, egy nagy vaskapu van tervezve a ravatalozóra. Erre csak terveztünk egy költséget, de majd arra kell valamilyen ember találjunk. Tehát összességében 23.715.337 áfával együtt, én egy ilyen építkezésnél azért vannak tólik dolgok, én azt gondolom, hogy körülbelül ezt a 24 millió forintnyi tételt kéne elfogadni, aminek ebben már benne van a kapura is egy tervezett költség. Na most itt viszont meg kell ülni a forrás, hogy honnan van ennyi pénzünk, mert ugye ennyi nem volt. Természetesen itt a vízműpénzből ezeket nem tudjuk elszámolni. Egyrészt van a tartalék alapunkból a maradék, van a kivetett golfadó, amiből folynak be pénzek, folyik be a telekadóból pénz, természetesen ott van a sziget csúccsal megkötött szerződés, ami nem ilyen összeggel szerepelt a költségvetésbe, illetve természetesen azért, mivel jól sikerült az elszámolás, ezért ebből a pénzből is, ezzel már nem kell újra elszámolni a vízmű felé, föl tudunk szabad felhasználásuként számolni. Nyilván mondhatjátok azt, hogy vannak ebben bizonytalan bevételek, például a golfadó, ebben igazatok van, hogy van ebben bizonytalan bevétel, de arra azt mondom, hogy ha azzal a helyzettel szembesülünk, hogy mégsem jön be annyi pénzünk, hogy valami hiányzik ez a dologhoz, akkor egy javaslatot fogok tenni a lekötött 12 millió forintunk felbontására, mert a pénznek a bankba való tartását, ha másra el kell, hogy költsük, vagy másra tudjuk elkölteni, inkább annak látom értelmét. De ez a pont még most nem jött el. Mi ezt összeraktuk, ezt a költségvetési jegyzőasszonnyal, illetve a pénzügyi vezetőnkkel, és úgy látjuk, hogy kivitelezhető lesz a dolog, főleg úgy, hogy ez a munka szeptember elején fog megindulni, mert a mesterek nem tudják korábban vállalni. És onnan már jön be őszi adóbefizetésünk is, meg egyebek. Tehát én ezt látom megvalósíthatónak, és itt pedig azt kérném majd a szerződés megkötésénél, hogy az átadás határideje, a falu karácsony időpontja, addigra meg kell legyenek vele. Ez lesz az ajándék a falunak, úgyhogy. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek ezzel a ravatalozó építéssel kapcsolatban véleménye? Igen. Megkérdezhetném, hogy az ácsmunkát kiadta a legjobb ajánlat? Igen, a Csubák. Okay. Köszönöm. Csubák. Igen. Jó, akkor megyünk tovább. Előtt a szavazunk. Kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki egyetért a mellékelt árajánlatokkal, illetve a szóbeli kiegészítéssel, hogy a ravatalozó felépítésére ezt az összeget különítsük el. Szavazunk. Köszönöm, megszavaztuk. Megyünk tovább, parkolóhelyek létesítése. Van a költségvetésben 1,5 millió forintunk, amit elköltöttünk a parkolóhelyek megépítésére. Nem hiszem, hogy azért új testületi ülést kell majd tartsunk, de majd jegyzőasszony kijavít, hogyha mégis kell. Én nem szeretnék. A következő a lényeg. Mérnök urat megkértük, hogy rajzolja meg a parkolóhelyek kialakításának a dolgait. Ezt a rajzot mindenki megkapta. A rajzból az egyenes vonalak, a folyamatos vonalak mutatják azt, hogy most a mostani helyzet szerint milyen parkolóhelyeket tudunk kialakítani.
és a szaggatott mutatja azt, hogy mi az, amit még ki lehetne alakítani. A mostani helyzet szerint az óvoda oldalára ki tudunk alakítani 2 darab helyet, a másik oldalra pedig ki tudunk alakítani az orvosi rendelő utcájától fölfelé 1-et, és lefelé 2-t, ugye a kapu kijáratától. Itt most költségről nem beszélünk még egyelőre, csak tudjuk, hogy 1,5 millió van eltéve, a tervek most elkészültek. Ha elfogadjuk ezt a variációt, akkor elkezdünk kivitelezőt keresni hozzá, hogy mennyire tudjuk megcsináltatni őket. Most azt mondja a mérnök, hogy ő ugyan, mert mi ragaszkodtunk ehhez, én ragaszkodtam ehhez, hogy a lakosság ezt kéri, de ez azt a problémát hozza magával, ez a fajta parkoló kialakítás, mindkét oldalon olyan szűkek a terek, hogy mindkét oldalon csak az út irányba lehet majd kiszállni az autókból. Tehát erre a szülőknek továbbra is figyelniük kell, hogy amikor kinyitják az ajtót, a kisgyerek az útteste fog kilépni. A túloldalon nem tud, mert sövény van, árok van, egyebek vannak, oda nem tud kimenni. Tehát ezt tudatosítani kell mindenkivel. Na most ugye volt egy vita, hogy a óvoda egyik oldalán, illetve a másik oldalán. Én azért javasoltam ezt, én ha lehet, szeretném kerülni ezeket a vitákat. Legyen mind a két oldalon. Tehát ha ki tudjuk fizetni, legyen mind a két, legyen az egyik oldalon 2, a másik oldalon meg legyen meg ez a 3. Na most a szaggatott vonal az azt tartalmazza, hogy ott van az a tujasor. Amiből óvó néni azt mondja nekem, hogy az egyik pusztulóban van éppen. Én most azt kértem tőle, itt is egyezzünk meg ebbe. Nekem az a célom, hogy egyezzünk meg. Ha a szülők el tudják azt fogadni, hogy ezt a tujasort kivágjuk onnan, akkor a túljabb két hely felszabadul. A túljabb két hely felszabadul. Én azt a sorrendet szeretném ebbe a dologba, hogy először is, mert aztán van még egy parkolóépítés. Tehát elsősorban a képviselőtestület fogadja el ezt a mostani óvoda környéki parkoló kialakítást azzal a kikötéssel, hogy amikor, ha ezt elfogadtuk, megrajzolja a részleges merüzegye vázlat, megrajzolja a részleges szerkezeti tervet a mérnök, odaadjuk egy kivitelezőnek, és meglátjuk, hogy az a 1,5 millió elkülönített forintunk az mennyire elég, ha kell, akkor tudunk-e még hozzátenni, illetve addigra eldől az, hogy a lakosság azt mondja, hogy a tujasort feláldozzák-e, vagy nem. Tehát én most első körben, mondom, erre tennék javaslatot, ennek az 5-nek a kialakítására, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha az orvosi rendelőn udvarán belül még 3 helyet ki tudnánk alakítani. Tehát aki nem akar az utcafronton megállni, az be tudjon fordulni az orvosi rendelő udvarába, és ott is tudjon parkolni. Úgyhogy tehát a parkoló kialakítások tekintetében ez az első. A másik, aminek szintén a vázlattervét megrajzoltattam, az meg kell mondjam itt az önkormányzat előtti rész. Látja mindenki, hogy a mi parkolónk jó, de kicsi. Kicsi. Tehát egyértelműen nem férnek el az autók, akik jönnek, nem igazán. Hát jó, csak kicsi ez a helyzet. Megbeszéltem a tulajdonosokkal, sem az Apfel úr, sem a Szűcs úr nem zárkozik attól el, hogy az ő oldalukra is csináljunk 2-2 helyet, illetve Kövesdi úr sem zárkozik attól el, hogy őnál is legyen egy hely. Tehát a másik terv az azt mutatja, hogy az önkormányzat körül még ki tudjunk, úgy, hogy figyelembe vesszük a diófát, egyébként semmit nem vágunk ki természetesen, figyelembe vesszük az egyéb telepviszonyokat, itt még 5 helyet tudnánk kialakítani, de hangsúlyozom, pénzügyi dolgok miatt ez a fontosabb az óvoda. Tehát egyszer én azt javaslom, fogadjuk el az óvodának ezt a elhelyezését, nyilván majd vélemények alapján, nézzük meg, hogy a 1,5 millióból hány darab parkolóhelyet tudunk kialakítani. Ha ezt megnéztük, és újra összekerüljünk abban a kérdésben, hogy kell még hozzá pénz, akkor inkább újra összejövünk, ha nem, akkor pedig megindítjuk ezt a munkát, és utána pedig a későbbiekben összebeszélünk arról, hogy maradt-e még pénz, hogy vannak az adóink, mit tudunk csinálni, és akkor folytatnánk az önkormányzattal. Kérdezem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van a véleménye. Nincs. Akkor szavazunk egyelőre, akkor ahogy mondtam, erről szavazunk. Tehát kérdezem a képviselőtestület, ki az, aki egyetért, hogy az óvoda tekintetében a kiküldött vázlat alapján
kérjünk kivitelezési nyilatkozatot, és ezeket a parkolóhelyeket alakítsuk ki. Szavazunk. Köszönöm. Én tisztelettel kérem, hogy egy két héten belül a szülői véleményt ebben a túlja ügyben, hogyha meg tudná szerezni, akkor... Jó. Köszönjük szépen. Hát a következő napirend az rövid lesz. Kisoroszi könyv, egyrészt tisztelettel köszönöm Futa kitalálónak az ezzel kapcsolatos munkáját, és köszönöm Bájer Árpád történész úrnak is a jelentkezését ebben a dologban, de nem bocsátom szavazásra az anyagot, nem azért, mintha nem lenne szükségünk egy ilyen könyvre, szükségünk lenne, de nem látom az anyagi fedezetét. Nem látom az anyagi fedezetét, tehát én jelen pillanatban nem merek már bevállalni jelen pillanatban semmilyen olyan pluszt, ami bizonytalan helyzetbe hozza a kifizetésünket. Már így is, azért most itt hirtelen elköltöttünk egy könnyed 50 millió forintot, tehát azért ennek még a cash flow megoldása is érdekes lesz, amíg igényelünk pénzt, tehát ez még nem lesz egy egyszerű történet. Ebből fakadóan én tanár úr tisztelettel azt tudom önnek mondani, hogy nem bocsátom ezt most szavazásra, mert nem javaslom jelen pillanatban, hogy egy bizonytalan 2 millió forintos tételbe az önkormányzatot belevigyük. És dobna nélkül? Minden más megoldás jó. Tehát minden más megoldás jó, ha tudunk pályázni, vagy nyerünk hozzá bármennyi pénzt, vagy keresünk hozzá támogatókat, vagy valamit, de az, hogy az egész költségvetést az önkormányzat most kifizesse, ennek én nem látom a garanciáját. Nem látom. Úgyhogy beszéljünk erről majd később, de ezt meg végig gondoltam tegnap, meg ma is folyamatosan, nem merem biztonsággal bevállalni. Tehát, hogy mondjam, ebben az esetben is fontosabbnak tartom idézőjebben azt, megint az, hogy valamit csináljunk meg, amikor van pénzünk. Ha azt mondja az óvoda, hogy jó az a kettő, akkor még azt a kettőjét is csináljuk meg, az orvosi rendelőbe és a három parkolót. Legalább megvan, kész. Tudunk tovább lépni. Úgyhogy ebben a tekintetben mindenkit biztatok arra, hogy már ha tetszett természetesen a képviselőknek ez a javaslat, akkor próbáljunk meg hozzá pénzt szerezni. Én is ezzel leszek, hogy valamit próbáljunk meg hozzá szerezni. Az is lehet, hogy a Kisoroszi Alapítvány is tud ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nem tartom kizártnak, hogy ott is majd reméljem, hogy meg tudjuk szavazni az új tagságot, és oda be tudunk valamennyi pénzt csatornáztatni, de maga az önkormányzat költségvetéséből tisztelettel azt tudom mondani, hogy nem teszem javaslatot a szavazásra. Ezen túl vagyunk. Kisoroszi Fejlődésért Közalapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztása. Kérem, a következő a helyzet. Ugye mindenki tudja, hogy a közalapítvány kuratóriumi tagjai közül elnök asszony és a titkár asszony lemondott, ezért egy tag maradt, működésképtelenné vált a kuratórium, és új tagokra kell, hogy javaslatot tegyünk, illetve új tagokat kell, hogy válasszunk. Én előzetesen megkerestem több embert ezzel a dologgal, több embernek tettem felkérést ebben az ügyben, és mindenképpen az volt a célom, hogy ne csak három tagú legyen a kuratórium, mert akkor megint az lesz, hogyha véletlenül egy valaki lemond, akkor megint működésképtelen lesz az egész, és nem tudunk tovább menni. Tehát legalább öt embert kell, én öt emberre teszek javaslatot a kuratóriumba, hogy minimum öt ember legyen a kuratóriumi tagok közül, hogy nagyobb legyen ebbe az ügybe a mozgástér. Tehát mindenkinek kiküldtem a levelet, és megkérdeztem, hogy vállalja a kuratóriumi tagságot. Egy régi tag maradt a kuratóriumba, Száraz Címea. Megkérdeztük, hogy vállalja továbbra a munkát, vállalja a munkát. Az újak közül Szakos Jenei Szilvia vállalta, Szilibor Bála szintén vállalta, hogy kuratóriumi tag lesz, Lénártné Dudok Nóra is vállalta, hogy kuratóriumi tag lesz, és Kovács Sándor lesz a képviselőtestület tagjai közül reményeim szerint jelölve a kuratóriumba. Alpolgármester úrnak már nagyon sok feladata van ebben a tekintetben, úgyhogy így állna föl az öttagú kuratórium. Most azt kérdezem, hogy a kuratórium tagjait egyenként kell szerintem, hogy megszavazzuk, és utána teszünk az elnökre javaslatot.
Először az, hogy úgy van az alapító kiratban, hogy a kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel. Tehát gyakorlatilag szerintem előbb az elnököt a legyás megválasztani. Hogy mondod, bocsánat? Előbb az elnököt. Elnököt. Akkor előbb az elnökre teszünk javaslatot, és utána én a kuratórium elnökének Kovács Sándort javaslom, mint képviselőtestői tagot. Kérdezzem, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény? Nincsen. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja, hogy Kovács Sándor legyen a Kisvárosi Közalapítvány kuratóriumnak elnöke? Ellene? Tartózkodott? Egy. Igen. Tagokra egyenként szavazunk. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja, hogy Száraz Tímea kuratóriumi tag legyen? Szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja, hogy Szakos Jenei Szilvia kuratóriumi tag legyen? Egyhangulag elfogadtuk. Ki az, aki támogatja, hogy Szili Borbála tag legyen? Ki az, aki támogatja, hogy Lénárné Dudok Nóra tag legyen? Elfogadtuk. Tulajdonképpen szerintem történelmi a helyzet, mert ilyen női kvóta az egész világon nincsen, úgyhogy 4-1 arányban. Kovács úrnak föl van adva a lecke, sok sikert kívánok a munkához, és akkor ezzel meg is alakult a Kisvárosi Közalapítvány kuratóriuma, új kuratóriuma. Egyebek, napirendi pont, zöldségpucoló. Na, itt már jeleztem ugye már korábban is, hogy az árak milyenek. Korábban ez a zöldségpucoló a mi költségvetésünkben ilyen félmillió aratti dologba szerepelt. Jelen pillanatban a legolcsóbb árajánlat az 1.114.000 forint. A legolcsóbb árajánlat, ezt egy kisoroszi kőművestől tudtuk kapni, Kecskés Miklós úrtól. Mondjuk az igaz, hogy az hozzátartozik, hogy egy új épületrészt kell építeni. Tehát nem az van, hogy belül fúrunk, faragunk, hanem egy új épületrészt építünk. Ennek a rajzát szintén megkapták a képviselők, és ehhez is itt van a két ellenárajánlat. Van egy 1.311.000 plusz áfa, és van egy 1.713.000-as árajánlat. Viadentál Kft., illetve a Várbaúnak van egy drágább árajánlata, tehát ők nem tudták ezt a munkát elvinni. A rajzot mindenki megkapta. Nem nagyon akarom sokat ragozni, tehát ez egyértelmű kérés az óvodavezetőnek, kérése az ott lévő gyerekeknek, szüleiknek. Mi megígértük, hogy megcsináltatjuk, meg kell oldani, úgyhogy van is erre különben elkülönített pénz a költségvetésbe. Meg kell építeni az zöldségpucolót. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja a Ribs-Gibs Kft. Árajánlatát, anyag összesen 592.000 forint, munkadíj összesen 525.000 forint. Szavazunk. Köszönöm. Révpályázat benyújtása. Köszönöm. Minden évben, így az idén is természetesen pályázunk. A révpályázaton a úszó műveink felújítására, illetve nagyon fontos üzemeltetési támogatásra is pályázunk. Az igényelt üzemeltetési támogatás 11.190.000 forint, ehhez 20% önrészt tartozik, amit nekünk kell fizetni, 2.798.000 forint, és az igényelt fejlesztési támogatás 3.769.000 forint, ennek 30% az önrésze, 1.615.000 forint. Ez összesen 19.372.800, amit a rév működtetésére és karbantartására tudunk fordítani. Ehhez önerőt 4.413.440 forintot a Kisvárosi önkormányzata biztosítja, ennek megvannak a pénzügyi fedezetei. Részletesen le van írva, milyen elemeket kívánunk cserélni, javítani, kialakítani, ezt most nem részletezem. Itt van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a pályázati kiírása.
Természetesen ahhoz, hogy be tudjuk adni a pályázatot érvényes képviselőtestületi döntés kell. Kell-e valami kiegészítés még el? Nincs. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e valakinek kiegészítése a révpályázat kapcsán? Nincsen. Kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki támogatja, hogy a 2018 évi révpályázaton részt vegyünk, az előbb ismertetett feltételek szerint szavazunk. Egyhangulag megszavaztuk. Falugyűlés időpontjának kitűzése. Ugyan jegyzőasszony a délelőtt azt beszéltünk meg, hogy ez június 15 péntek, de ez nekem nem lesz jó. A rákövetkező hét péntek. Na, az jó nekem is. Jó. Akkor erről szavaznunk kell. Tehát falugyűlés, közmeghallgatás, minden tekintetben részletes közmeghallgatás, június 15 meg 7, az június 22 péntek. Júni 22 péntek, 18 óra és művelődési ház. Kezdem a képviselőtestületet, ki az, aki támogatja, hogy az ezévi közmeghallgatásunkat június 22-én pénteken ejtsük meg. Egyhangulag elfogadtuk. Közigazgatási szünet. Ismertetem a tervezetet, hogy mikor lesz. Én azt kértem a tavalyi tapasztalatokból kiindulva, és azt meg is oldottuk a délelőtt folyamán, hogy ne legyen olyan nap, hogy egyáltalán ne legyen bent ügyintéző a hivatalba. Tehát én abban maradtam a lányokkal délelőtt, hogyha az neked is elfogadható, hogy minden nap lesz bent valaki 9 és 12 óra között. És akkor így a közigazgatási szünet is le tud menni. Ezt csak ismertetnünk kell, nem? Ismertetjük el. Tehát a közigazgatási szünet augusztus 1-től fog tartani augusztus 20-áig, melynek keretében a Kisoraszi önkormányzatánál minden nap lesz ügyintéző, 9 és 12 időtartamban. Ismertettük. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszönöm a részvételt mindenkinek. A rendes testületülés véget ért. A zárt ülés következik.